Tehát Pápa Levente olyat állított, ami alkalmas arra, hogy megingassa a jegybank törvényes működésében vetett közbizalmat, írja az MNB a közleményében. Pápa Levente a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Az pontosan milyen jogi kategória ez a törvényes működésbe vetett közbizalom megingatása, az micsoda? Az olyan, mint a jó hírnév csorbítása, vagy én nem tudom, hogy a közbizalom megingatása egy politikus részéről, egy állami szerv irányába, az hogy érthető? Ugye én közgazdász vagyok, tehát a jogi terminus technikusokban nem szeretnék belemenni, de én is azt gondolom, mint állampolgár is, meg mint közgazdász is, hogy és mint politikus is most már, hogy lényegében egy közintézménnyel, egy állami szervvel szemben való állampolgári panasz, vagy politikusi panasz, ami arra irányul, hogy kivizsgáljuk a működését, és hogy elkerüljük, hogy olyan visszaélések legyenek ennél a bármelyik magyar közintézményben, ami nem előnyös a társadalomnak és nem hasznos, szerintem ez egy alapvető jogunk. Tehát, hogy ezzel, hogy én visszaértem volna ezzel a jogommal, hát én ezt kötve hiszem. De ez úgy indult, ugye megírta az Index. Róna Péterre hivatkoztak, és Róna Péter a vendégem volt, utána az MNB közleményébe szerepeltünk is. Róna Péter aztán hírbe is lett keverve az MNB közlemény által, hogy ő felajánlott valami ingatlant, és ez nem kellett az MNB-nek, azért mond ilyeneket, amelyeket mond. De mind a két nemzeti bankos közleményben, akárhogy olvassuk, annak nyoma nincs, hogy hegedűt venni mi soha. Tehát, hogy ilyen cáfolatok nincsenek. Én összesen annyit találtam, hogy egy tanácsadói testületet állítottak fel, és az előkészítés az időigényes, és ezért műkincsvásárlásra és ezzel kapcsolatos kifizetésre nem került sor. De senki nem is állította, hogy már a pénzt is kifizet, csak a döntésről írt az Index, beszélt Róna Péter, beszélt ön is. Most akkor tulajdonképpen mit cáfol az MNB ön szerint, és még mindig nem tudom, hogy ki és hogyan ingatott meg közbizalmat. Tehát ez a történet szerintem is arról szól, hogy pusztán az a tény, hogy még nem történt meg ez a fajta vásárlás. Ingatlanok, hegedűk, festmények, és jó ég tudja még, hogy milyen eszközöket akarnak vásárolni. Ugye ettől még nem jelenti azt, hogy a közeljövőben ez nem történhet meg. Amit tudunk, hogy felállítottak egy keretösszeget, ugye három keretösszeg van, igazából van egy ingatlan vásárlási, van egy értéktárprogram, ahol műkincseket próbálnak vásárolni, és van a Pallas Athéné program, ami pedig egy 10 milliárd forintos oktatási program. Ugye az ingatlan projekt az 90 milliárdos, ez a műkincsvásárlási 30 milliárdos, és az oktatási program ez 10 milliárdos. Tehát összesen, kiket oktatnak? Összesen 130 milliárd forintról van szó. És kiket oktatnak, azt tudjuk? Hát nem tudjuk teljesen, de azt tudjuk, hogy a közgazdás szakmának a fejlesztését tűzte ki célul a jegybank. Ehhez kell például új épület is. Illetve doktoranduszok képzését, akik már ugye elvégezték az alapképzést az egyetemen, és a doktori iskolát csinálják. És ott két, tehát a Magyar Nemzeti Bank... Ugye ezek szakkollégiumoknak vannak meghirdetve. Még nem is kérdeztem, mert próbáltam átgondolni 66-szor, hogy megkérdezzem öntől. Tehát lehet, hogy az lesz, hogy mondjuk személyesen a jegybank elnök fog majd közgazdászokat oktatni, akár, nem tudom, meghívott előadóként, vagy hogy? Tehát a Magyar Nemzeti Bank doktorandok, tehát közgazdászokat képez tovább, mint az egyetem, vagy? Nem, ösztöndíj programot, tehát hogy pénzzel akarja őket támogatni, de én nagyon nem örülnék, hogyha Matolcsi úr oktatná közgazdaságtanra a felnövekvő közgazdász generációkat, de szerintem nem is erről van szó, hanem sokkal inkább valószínűleg az lehet, hogy ennek a programnak a mögöttes tartalma valószínűleg az, hogy a szakmában a becsületét Matolcsi úr az így próbálja megnövelni, hogy különböző támogatásokat és ösztöndíjakat ad közgazdászoknak. Hát még ezt egyébként, meg az egészet, hogy egyáltalán a mecenatúrára bárki áldoz, egyáltalán nem tartom ördögtől valónak, hogy a Magyar Nemzeti Banknak lenne ez a küldetése, hát furának fura, de hogyha ez törvényileg lehet, akkor hát adja a jó Isten, hogy Lajkó Félix és hozzá hasonló zseniális művészek minden lehetőséget megkapjanak ebben az országban, meg a jó együttesek is, és ápolják a magyar kultúrát. Igen. Csak hol van ennek a törvényi felhatalmazása, hogy a mi adófizetők pénzével, ből ezt bárki, bármelyik intézmény megteheti? Igen. Na és akkor szerintem itt értünk el az egész történetnek a magvához. Tehát itt arról szól ez a dolog, hogy az, hogy van a jegybanknak ilyen programja, ez nem baj.
Itt a probléma a volumen, a keretösszegről van szó. Tehát, hogy az, hogy erre 130 milliárd forintot akarnak elkölteni, úgyhogy a felügyelőbizottsága, a jegybanknak már szót emelt ezzel ellen, és mégsem történik semmi. Lényegében ők arra hivatkoznak, hogy nagyon sok jegybank a világon végez ilyen programot. Igen. Igen, csak mondjuk század, ezred akkora mértékben, mint amit a jegybank most tervez. Tehát nem arról van szó, hogy ez a program baj, hanem arról van szó, hogy túl nagy ez a program, egészen egyszerűen ezek észszerűtlen összegek, amit erre akarnak költeni. A másik pedig az azért, hogy a jegybanknak a fő tevékenysége, amit a magyar törvény meg meghatároznak, alapvetően a jegybank törvény, az ugye kettős, tehát az inflációnak a féken tartása, az árstabilitás elérése, és hogyha ezt nem veszélyezteti a monetáris politika, akkor a kormány gazdaságpolitikájának támogatása és a növekedésnek az ösztönzése. Na most ebből sehol nem olvasható ki az a dolog, hogy a jegybanknak fagyit kell árulni, vagy hegedűket, vagy festményeket. Mert hogy ezt mondták Róna Péternek, hogy amit a törvény nem tilt számukra, az mind szabad. Egyébként miért pont önt jelentették fel? Más ellenzéki politikusok is szóvá tették ezt, és akkor csak önt jelentették fel. Vagy hát tudtommal önt, lehet, hogy már mindenkit feljelentettek, de valahogy önről derült ki leghamarabb. Hát én azt hiszem, hogy ez most átment a páncélon. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legutolsó feljelentés. Hát ez a... Ja, az ugye én a Matócsúrat feljelentettem egyszer már a Goldman Sachs-tal való kiszivárogtatás ügyében, és most pedig ezzel, hogy egészen egyszerűen felveti a vádat, vagy a gyanút legalábbis. Ez ja, az Index cikk. Ön ilyen notorius Matolcsi feljelentő, hát most annak ismeretlen tűnő, tettes ellen tesz feljelentés. Nem akarok ebben a szerepben tetszelegni, de most így alakult az élet. Azért mégsem hagyhatjuk, hogy lényegében az állampolgárok pénzét ellenőrizetlenül elkötse a jegybank. Én nem tettem más, mint Orbán Viktor miniszterelnök szoktam mindig a parlamentben felszólítani a politikusokat. Ha tudnak valamit, ha van valami gyanújuk, akkor tegyenek feljelentést. Én ezt tettem. És egyébként én ennyit csináltam, és ennek az lett a hála, hogy viszont feljelentettek, ami egy jogi nonsens dolog, hiszen én egyrészt ismeretlen tettes ellen tettem feljelentést, másrészt pedig én egy megjelent cikkre hivatkoztam, tehát én nem állítottam semmit, hanem azt állítottam, hogy a hatóságok vizsgálják ki, hogy a cikkben leírtak, azok igazak-e vagy sem. És azzal például mi van, amikor itt az üzleti ebéden álltak a vajazókések a levegőben, azzal a feljelentéssel történt már valami? Megszüntették. Tehát annyi történt, pont ma héten kaptam meg a levelet, hogy két hét alatt sikerült azt a bravúrt elkövetni, hogy először kétszer átdobták az ügyet, először a budapesti főgyészségre, utána a BRFK-hoz, majd még április 4-én, tehát még a választások előtti pénteken kiadtak egy közleményt, hogy megszüntetik az eljárást bűncselekmény hiányában, tehát nem történt bűncselekmény. Én nem gondolom azt, hogy érdemben vizsgálta a rendőrség. Nem megy tovább, nincs semmi tovább. De ahogy ígértük, jövő hétre tervezünk egy feljelentést a angol bankfelügyeletnél, ahol a Goldman Sachs ellen fogunk feljelentést tenni, leírjuk az esetet, és azt szeretnénk, hogyha a brit hatóságok is kivizsgálnák az ügyet. És a magyar hatóság, tehát a rendőrség ez esetben azzal a címszóval utasította vissza, hogy nem történt bűncselekmény. Bűncselekmény hiányában így van. Egy nagyon rövid, itt van egyébként nálam a határozat, hogyha érdekli, tehát egy nagyon röviden leírták azt, hogy nem bizonyítható, hogy okokozati összefüggés van az információ átadások között, és az sem bizonyítható, hogy történt ilyen ügylet. Ugye ki más tudna utána járni, megvizsgálni, hogyha nem a rendőrség, hogy történt-e ilyen ügylet. Tehát ebben a bankfelügyelet. Például a bankfelügyelet, ami ugye a Matolcsi úr kezében van. Na jó, de hát van más országban is, ahogy említettek. Így van, köszönöm pontosan. Szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.